Ne válasszunk magunknak csillagot, szólékén ábrándozva Erzsikéhez. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors egymástól minket. S választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Te miért mondasz verset? Mi az, amit adni akarsz? Hát úgy érzem, hogy a versmondónak az a dolga, hogy a verset olyan formában közölje, ahogy azt a költő szerette volna, tehát csak egy eszköz vagyok, úgymond Petőfi eszköze, és szeretném, hogyha mindenki megismerné Petőfi szép költeményeit, és általában visszatérne a fiatalok körében a próza és a líra szeretete. Csinált Petőfi Sándor? Mitől volt a nagy ember szerintetek? Sok verset írt. Igen? Meg nem karddal küzdött, hanem a sok verse. Szerintem nem gondolta arra, hogy idővel megváltozik a nyelv is, meg minden, és mégis most is meg lehet érteni a verseit, meg a katonákat is buzdította. Ez szerintem nagyon jó. Meg bátor volt, és nem maradt le, amikor az volt, hogy meg is halhatott volna, és sajnos meg is halt. Csillagos a feje, kese a lába, mögeresztöm, a szél sem ér nyomába. Ezön járok, mint kis király, kényösen. Borjú szájas ingöm lobog szélösen. Miért mond az ember verset? Miért el kell közönséggel és szaval el egy verset? Hát szerintem az a fontos a versben, hogy visszaadjuk azt, amit a költő gondol, és hogyha ezt megértjük, akkor nagyon szépen el lehet mondani. Petőfit nehéz megérteni? Szerintem nem. Főleg a versei olyan mókásak, meg az én egyéniségemhez illenek szerintem. Kiderül ebből, kiderül a verseiből, hogy milyen ember volt ő? Hát szerintem igen. Milyen? Hát szerette a mókát, a mulatságot, de kiállt a nép mellett. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag. Végül is ez a verseny, ami itt most lezajlik számomra, egyfajta kihívásként jelentkezett. Úgy éreztem, hogy talán mi, a mi generációnk is, mi képes arra, hogy felmutasson valamit azokból az értékekből, amelyek tulajdonképpen Petőfi Sándoron és versein keresztül a nemzet, a hazaszeretet, a család szeretete és hát egyéb ilyen pozitív értékek felmutatására alkalmas. Mi volt nekem a szerelem? Számos ízben könyvpatakja, gyönge sajka úszott rajta. Benne lelkem volt a sajkás, hajtószellőm, a sóhajtás. Mi volt nekem a szerelem? Aggodalmak erdőssége, hangzott sűrű közepébe farkasoknak ordítása, denevérek víjogása. Mi volt nekem a szerelem? Oktalan kis balga gyermek, aki pillangókat kergett. Kergeti lélek szakadva, míg belebotlik egy árokba.
Mi volt nekem a szerelem? Holt remények szemfedője, sötét búbánatból szőve. Vagy piros szekér, melyen vesztőhelyre vittek engem. Mi most nekem a szerelem? Rózsafenk és madárfészek, melyben vígan fütyűrészek. S a föld újjal fergetek, odább szállok, s mást építek. Hát annak idején nagyon pici voltam, mert már 3 évesen elkezdtem mesét és verset mondani, és nagyon szeretem a verseket, nagyon szeretem az embereket, és szeretném nekik átadni azt az örömet, amit én érzek akkor, mikor egy verset olvasok, és megértetni velük, hogy a költő olyan mit szeretett volna, vagy mit szeretne nekik mondani. És ha én ezt tudom csinálni, mások jóvá hagyják, akkor szeretném őket megajándékozni vele. Van a versnek ma értő közönsége? Van, mindenképpen úgy érzem, hogy van. Elvégre a versek érzésekből születnek, gondolatokból, és minden embernek vannak érzései és gondolatai, amik úgy érzem, hogy mindig valahol otthonra találnak. Kedvencem Petőfi, és mert ő élt, nem úgy, mint például egyes költők, akik csak a szomorúságot, a nyomort írták meg, neki sok vidám verse van, és ami életet hoz a mi életünkbe is.